A szemközt vendégem Orvai Krisztina, európai parlamenti képviselő, a Jobbik európai parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok, kérdező társaim pedig Krúg Emília, 168 órán Szirmai Dávid Bors. Jó reggelt kívánok nektek is. Képviselő asszony, az, hogy elfogadta a Magyar Televízió meghívását, és hogy most fogadta el, mert tudomásom szerint már régóta próbáltuk invitálni önt, ez azt jelenti-e, hogy most dölt el végleg, újra gőzerővel beveti magát a kampányba, a magyarországi önkormányzati választások kampányába? Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, és múlt héten voltak kedvesek engem ide invitálni, akkor mondtam, hogy egyfelől Strasbourgba készülök, másfelől pedig Vona Gáborral lesz valóban egy fontos megbeszélésem, és várjunk vele egy hetet. Azért az nem jellemző, hogy olyan nagyon rendszeresen hívogatnának akár a köztelevízióba, akár más televíziókba, adná Isten, hogy legyen lehetőségem gyakrabban beszámolni akkor a munkámról. Mi volt a tárgya ennek a beszélgetésnek Vona Gáborral? Tehát valóban az, hogy milyen szinten vegyen részt a Jobbik kampányában? Hát részben ez, ugye megváltozott nyilvánvalóan a viszonyunk. Én is nagyon nosztalgiával gondolok arra az időre, amikor az európai parlamenti választási kampányban, ugye amikor Vona Gábor engem megkeresett, és elhatároztuk, hogy azon alapelvek mellett, amit osztottunk a Jobbik és én, elkezdünk valami közös politizálást. És az egy csodálatos időszak volt, mikor Gáborral jártuk az országot, jegyzetfüzettel a kezünkbe, és tényleg azt csináltuk, ami tulajdonképpen úgy tűnik, mintha csak a mesében lenne, hogy az emberekkel beszélgettünk, kisgazdákkal, kisvállalkozókkal, munkavállalókkal, és kérdeztük őt arról, hogy milyen problémáik vannak, és mit szeretnének. Ebből állt össze az európai parlamenti programunk, és erre épült aztán az országgyűlési választási program. Ez volt a legintenzívebb időszak a mi együttműködésünknek. Most meg arról szól a történet, hogy ők az országgyűlésben, mi pedig az Európai Parlamentben ezt az emberekkel megbeszélt és közösen megírt, létrehozott, szenvedélyes lelkesedéssel összehozott programot próbáljuk megvalósítani. Tehát nem arról van szó, hogy az országgyűlési választások kampányában viszont törés következett be? Én nem tudok semmiféle ilyen törésről. Hát nyilván, mivel én európai parlamenti képviselő vagyok, mondom, intenzívebb volt ez a munka, meg azért legyünk őszinték, hogyha megnézzük az európai parlamenti programunkat, meg az országgyűlési programunkat, azért az alapok, például ugye az, hogy Magyarország a magyaroké, vagy hogy profitközpontú helyett emberközpontú gondolkodásra van szükség, azért az akkor raktuk le, és az építkezett biztos, tovább aztán az országgyűlési. Viszont azért látszanak olyan... Hát ez a törésvonal most már kicsit elcsépelt szó, de olyan irányok, ami mintha széttartana a Jobbikon belül. Például ugye itt még a parlamenti időszakban Pőszer Lajos adott egy olyan interjút, amiben azt mondta, hogy szerinte nem szerencsés az, hogyha a párt neve kapcsán legtöbben a Gárdára vagy Budaházira asszociálnak. Önt, illetve Gaudi Nagy Tamást viszont Budaházi legfőbb védőiként ismerik. Ehhez képest nekem furcsa az, hogyha tényleg nincs szó ilyen törésvonalról, hogy ön honlapján találtam egy nagy budaházi ért való tüntetésre való felhívást, és ott például Vona Gábor nem fog felszólalni, nem tudom, hogy egyáltalán elmegy, de önön kívül, mondjuk Zadva, Gyulán, illetve Toroszkain kívül nem lesz ott más prominense, például Vona Gábor elnökként a Gaudi Nagy Tamás ott lesz, tehát ez már is három országgyűlési képviselő. Adna Isten, hogy mondjuk a Fideszből is három országgyűlési képviselő odaállna, és azt mondaná, hogy tűrhetetlen, hogy miközben Gyurcsány Ferenc, Gergényi, Demszki és a többiek ugye Biszkuig visszamenőleg szabadlábon vannak, és köszönjük szépen, jól érzik magukat, aközben az a Budaházi György, aki az Erzsébet hídon követelt az újraszámlálást, aki végre a szovjet emlékművet, ugye volt olyan bátor, hogy jelezte, hogy nem annyira szereti a magyar nemzet, stb. Ő másfél éve börtönben van. Azért, mert ő nem jogvédő, tehát ő neki más feladata van, más szerepe van. De ha a pártnak ez az ászlajára van tűzve, ez az ügy, akkor ő miért nem áll ki mellé? Nem a pártnak az ászlajára van ez az önére tűzve, van tűzve. Ez egy jogvédő ügy. Ugyanúgy, ahogy a 2006-os jogsértések áldozatai mellett kiálltam, ugyanúgy, ahogy változatlanul ott is harcolok, és ha figyelik, azért az Országgyűlési Vizsgálóbizottságban ott vagyok, és igyekszem folyamatos kérdésekkel bombázni ugye a résztvevőket, és szeretnék alaposan ott lenni akkor, amikor ezt a jelentést elkészítjük. Hát ott vagyok a budaházi ügyben is, mert ugyanolyan emberi jogi jogsértésekről van szó, és köszönöm szerkesztő asszonynak, hogy emlékeztetett arról, hogy kérem is, hogy minél többen jöjjenek el 13-án hétfő 6 órakor a Kossuth. Miért gondolja, hogy itt egy soha nem látott erejű tüntetéssorozat kezdete lesz ez a tüntetés, ezt is a meghívóban írja. Nem úgy néz ki, mintha a közvélemény most itt soha nem látott mértékben kezdene el
tüntetni. Hát de szerkesztő azt, hogy most csinál egy jó reklámot végre, és akkor kérem, hogy jöjjenek el minél többen, mert a következők mi leszünk. Tehát, hogyha ez előfordulhat Magyarországon, hogy másfél éve úgy van valaki előzetes letartóztatásban, hogy ugyanaz az ügyészi szervezet, és ugyanaz a bírói szervezet, meg ugyanaz a rendőrség jár el vele szemben, akik mondjuk a 2006-os jogsértések idején kínozták az embereket, hát azért minimálisan nem, hanem minimálisan kellett volna egy alapos vizsgálatot elrendelni az ügyészi szervezetben, hogy hogy lehetett az, azért, hogy egy perces előzetes. Nem azért, hanem miért? Azért, mert 2006-ban több száz embert koncepciós eljárás alá vetettek Magyarországon, több száz ember volt előzetes letartóztatásban úgy, hogy megkínozták őket. De várjon, erről most keverünk történeteket. Ez a vizsgálat zajlik, ott ül az albizottságban. Hát igen, csak ugyanazok az ügyészek, ugyanazok az a bírók járnak el, például a Budaházi ügyben. Ők hosszabbítgatják a Hunia csoport tagjainak az előzetes letartóztatását, akik azért már eléggé leszerepeltek. Akkor lenne az igazságszolgáltatás független, hogyha a Jobbik kérésére őket lecserélnék, és kiengednék az alkotmány és az ember jogi egyezményekkel összhangban azok, akik részt vettek abban, hogy a legdurvább emberjogi jogsértéseket követték el, és teljesen egyértelmű, hogy szándékosan szerték meg a jogszabályokat, különben több száz ember nem kerületett volna koncepciós eljárás alá, nem kerületett volna megkínzás alá, és most például csak, hogy egyetlen példát mondjak, ugyanaz a börtönparancsnok bírálja el azt, hogy például Budaházék kaphatnak-e a kor követelmények megfelelően egy laptopot ahhoz, hogy megnézhessék a 25 ezer oldalas nyomozati anyagukat, és mondjuk azokat a felvételeket, amin az állítólagos, nem tudom, molotov koktél dobálókat lehet látni, amint megközelítik ezeket az épületeket, vagy meghallgathassák a telefon lehallgatásokat, ezt kibírálja el, hogy kaphatnak egy ilyen laptopot, és kiveteti el tőlük az a börtönparancsnok, aki a börtönparancsnok volt 2006 őszén, amikor kínozták a börtönudvaron az ott fogvatartottakat. Ez egy képtelenség. Hogy megvan ez a laptop. Most már elvették tőle, és ezért személyes lelkismert furdalásom is van. Én ugyanis rendszeresen látogatom a politikai foglyokat, bementem a budapesti fegyház és börtönbe, ahol ugyanaz mondom a parancsnok, aki 2006-ban volt, és aki végig asszisztálta ezeket a kínzásokat. Kérdezhetnék? Csak azt hiszem, hogy azért ezek elég jelentős kérdések. Tehát amikor itt velem szembe politikus áll, és mindig félbeszakítom, mindig jelentős dologba folytom éppen a mondandóját, de a kérdésem a következő lenne, hogy hallgatva itt...